Köszöntöm nézőinket! A mai közügyekben foglalkozunk a hideg idő és a havazás miatt a mezőgazdaságban keletkezett károkkal. Beszámolunk arról, hogy önkormányzati tulajdonba kerül a tiszamenti vízművek. Tudósítunk arról, hogy folytatja munkáját a köztársasági parlament, a Tisza nemzetközi hajózhatósága is napirendre került, illetve arra keressük a választ, hogy miért csökken folyamatosan a szarvasmarha állomány Szerbiában. Azonnal kezdünk! Ma reggelre több mint 7 cm hó esett Észak-Bácskában, a hideg időjárás miatt ez néhány helyen meg is maradt. A rendhagyó áprilisi időjárás a termelők szerint egyelőre nem okozott komolyabb gondokat, problémákat a mezőgazdaságban. Váratlanul érte az észak-bácskai termelőket a hideg és zord időjárás így április végén. Habár elmondásuk szerint a gyümölcsfák nem fagytak el, a mögöttem látható burgonya ültetvény 80-90%-a megfagyott. Szerda kora délután már leolvadt a hótakaró a gyümölcsfákról. Messze menő következtetéseket azonban csak néhány nap múlva tudnak mondani a termelők. Minket ma nagyon váratlanul ért, főleg ez a havazás, ami talán nem jelzett előre semmilyen meteorológiai szolgálat. Hát talán az egyetlen szerencsénk az, hogy fagy nem volt, ez a hóesés. Én szerintem nem okozott még idáig kárt a gyümölcsösökben, és nagyon bízunk abba, hogy a továbbiakban elkerül bennünket majd a komolyabb fagyok. Legutóbb 4-5 évvel ezelőtt volt a mai naphoz hasonló hideg idő áprilisban. Akkor az komoly károkat okozott a gyümölcsösökben és a konyhakerti veteményesekben is. Havazást viszont már 20-30 éve nem láttak áprilisban a gazdák. Emlékszem rá, ilyen 20-valahány éve volt, mint ami ma reggel volt, hogy esett a hó áprilisban, április végén, és akkor is virágosak voltak a fák, és lelepte a hó a virágokat, minden, de akkor sokkal jobb idő jött utána, aznap már volt plusz 10 fok is, elolvadt a hó, és nem történt semmi károsodás a virágokba, a gyümölcsösökbe. Hát most nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, meglátjuk, hogy mennyire hűl a levegő. Ha talajmenti fagyok lesznek, akkor azok bizony ártani fognak a konyhakerti növényeknek, kultúrának, burgonyának, krumplinak, és így tovább, és így tovább. De még sőt, a kukoricáknak, napraforróknak is, ami ki vannak kelve. A gyümölcsösökben ottan az egy kicsit nagyobb hideg kell, hogy legyen 4-5 fok hideg, 6, attól függ, hogy mennyire, hol ereszkedik le, hogy ártson a virágoknak. A szakemberek szerint egyelőre nem változik az időjárási helyzet. Egy átmeneti szünet után csütörtök hajnalban ismét csapadékra, akár hóra is számíthatunk. Április 19-én, kedden reggel volt mit látniuk az embereknek, és elsősorban ugyebár a gazdáknak, mikor kitekintettek az ablakon, ugyanis igen komoly hó támadás érte a földeket, és természetesen minden növényi kultúrát. Ebben kapcsolatban vendégünk Bognár Pásztor Hajnalka, a növényvédelmi szakmérnök, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálattól. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm Önöket! Ez teljes egészében abnormális, hogy ilyenkor esik hó vidékünkön. A növényekre milyen negatív hatással volt ez az alacsony hőmérséklet és ez a hótakaró? Hát kezdjük onnan, hogy kezdődött az alacsony éjszakai hőmérséklettel, utána pedig folytatódott a sok, és megérkezett a hótakaró, ami nem is volt sekély, mert hogy egy pár centis, nem tudom, nem számoltuk, de hát biztos volt egy 5 centis hótakaró, és hát a nehézségétől a növényi részek megsérülhettek. Tehát ezt látom gondnak, ami a hótakarót illeti, a negatív hőmérsékletről pedig akkor bővebben majd egy pár szóba kifejtem. Tulajdonképpen ugyebár a legérzékenyebb fázisában a frissen kellő növények vannak, illetve a virágzó növények. Tehát azok, akik mondjuk rá repcével foglalkoznak, hogy az zajrepce most van teljes virágzásában, arra hogyan hat ez a negatív hőmérséklet? Először is, bocsánat, hogy beszélt, először is féltünk attól, hogy a hó nehézség alatt a repce növények le fognak hajlani. Hát kollégánk kiment terepre, és hát látta,
láttuk, hogy nem, elég jó tartja magát a repce. Természetesen a virágzásban lévő repcében kimarad a megtermékenyítés, egyszerűen a pollinátorok nem repülnek ilyen időben, szokatlan nekik is, és hát ezek a virágok nem lesznek beporozva, bizonyos terméskiesés lesz. Így is már a repce parcellákon elég jól megviselte a tél is a repcéseket. Nem mindegyik egyforma fázisba került bele a télbe, komoly hideg telünk volt, egész nagyon komoly mínuszokkal, és hát ez a mínusz hőmérséklet is megtizedelte a növényeket. Vannak olyan parcellák, ahol megtizedelte, attól függen, hogy milyen fázisban voltak. Jobban a rozetta fázisban bírja a telet, ezek a növények nem annyira sünylették meg a telet, és hát ugye már a tavaszban így került bele a repce, és most a virágzásban jött egy ilyen időjárás, ami szintén a megtermékenyítést fogja lecsökkenteni, úgyhogy nem számítunk komoly hozamokra, ami a repcét illeti. Milyen helyzet azokkal a gazdákkal, illetve azokkal a kultúrákkal, ugyebár akik idejében április első pár napjában elültették a kukoricát, és most bújik már a kis kukorica növény, arra milyen hatással lehet ez? Hát itt említettük ugye, hogy a negatív hőmérsékletek az ilyen növénykékre, amelyek most bújtak ki a földből, káros hatással lehetnek. Talán az a szerencse, hogy nem sokáig tartott ez a negatív hőmérséklet, csak pár óra hosszás volt, és a fekete talajokon nem mértünk akkora mínuszt, mint a homoktalajokon. És ugye a szántóföldi növényeknek a többsége azért csak fekete talajon vagy kötöttebb talajokon található, úgyhogy én nem gondolom, hogy itt még probléma lehet. Több gond lesz majd a zöldség növényeknél, amelyek kevésbé bírják a fagyokat, főleg, hogyha már vannak vegetatív szerveik a talaj felett. Említette a homoktalajokat, ugyebár homoktalajokon legfőképpen gyümölcstermesztésre foglalkoznak itt az Észak-Bácskai régióban. Mi a helyzet a gyümölcsfákkal, azokkal, amelyek esetleg most virágoznak, illetve azok, amelyek már termést formálnak? Hát most ugye, hogyha a hóról beszélünk, itt a fiatal gyümölcsfák vannak leginkább veszélyeztetve, mivel a hó nehézségétől a gajak lehúzódhatnak és megsérülhetnek. Az idősebb fáknál már nem annyira áll fenn ez a veszély, csak nincsenek olyan részek, amelyek kicsit már ugye megkezdte az időket és korhattak, azok esetleg tovább folytatódik ez a folyamat, és akkor eltörnek. A negatív hőmérsékletek legveszélyesebbek a gyümölcskultúrákban általában beszélve, a virágzás fázisában, különböző fázisaiban. Talán a teljes virágzás és az elvirágzás fázisa a legérzékenyebb, ilyenkor úgy, amikor a terméskötődés zajlik, igen, és hát ebben a fázisban körülbelül, most ne részletezzük a különböző gyümölcskultúrákat, de körülbelül -2 foknál kezd komolyá válni a helyzet, hogy úgy mondjam. Most jelenleg melyik gyümölcs fajták vannak ebben a fázisban? Hát a kései almafajták vannak ebben a fázisban, szilva levirágzott, őszi barack, hajszi barack levirágzott, sőt már termés kezdemények is vannak, és egyes kései cseresznyék is most vannak a levirágzás fázisában. Azok, amelyek már termést formálnak, azokra hogyan hatott ez az alacsony hőmérséklet? A termés kezdeményeknél nem gond már a negatív hőmérséklet, nem annyira gond, tehát természetesen, hogyha lenne egy -8 fokos mínusz, akkor az tényleg megtizedelni a gyümölcsöket, de viszont ez a mínusz 0,-valahány fok, ez nem okozott komolyabb kárt még a gyümölcsösökben, de sajnos várhatók még mínusz hőmérsékletek, és attól tartok, hogy ezek a mínuszok komolyabbak lesznek, mint picit még maradjunk volt a gyümölcsösöknél. A gazdák esetleg füstöléssel vagy permetezéssel tudnak-e valamit tenni? Így áll a helyzet. Füstöléssel -1-2 fokig
tudunk bizonyos, tehát a kármegelőzést kivédeni a fagyokat. A többi módszer körülbelül -4 fokig hat. Tehát, hogyha használunk ilyen különböző preparátumokat, amiket most a piacra dobtak, ilyen aminosavas, stressz kímélő szerek, ezek maximum -4, de ez sem bizonyított, hogy ezt a hőfokot ki tudják védeni. A levegőkeveréses módszer, ami mondjuk rá Európában elég elterjedt, itt nálunk azért nem, mert nagyon drága módszerről van szó, és meg kellene venni azt a műszert, ami keveri a levegőt. Ez egy nagy ventilátor, amit a fölé helyeznek, tehát a védett terület, védeni kívánt terület fölé helyeznek, és a meleg levegőt tolja lefelé. Hát vannak itt még olyan abiotikus tényezők, amelyek bántják most a növényeket, ilyen például az erős és hideg szél. Ez hogyan hat? Hát mechanikai sérüléseket tud okozni a növényeken, észrevehetőek a búzaparcellákon, a levelek hegyein történő száradások. Ezt a termelők, ugye sok telefonhívásunk volt ezzel kapcsolatban, azért is tudok konkrétabban hozzá is szólni. Azt hitték, hogy betegségről van szó. A betegség mindig a levelek alsó részeiről kezdődik, az idősebb levelekről és terjed felfelé. A szárba szökkenés fázisában kell figyelni, kiváltképp ezt a jelenséget, azért, mert olyankor kell permetezni, amikor ugye a leveleknek a 10%-án a szárba szökkenés fázisában jelentkezik a szürkefoltosság, például a búzánál. És bocsánat, a második nódusznak a levelén, az árpánál, a foltosságok az első nódusznál. Tehát mindig lentről terjed fölfelé. Ez a betegségek egyébként karakterisztikája, hogy mindig lentről terjednek felfelé. Az abiotikus tényezők, amik tudnak hatni a növényekre, azok pedig általában azon a helyen, ahol a sérülés okozta, ott jelentkeznek különböző sárgulások és száradások. Azért is gondolom, hogy ez, tehát a szélnek a kifejezett hatása, orkán erejű szél fújt vidékünkön elég hosszú ideig, és ennek a következménye, hogy megsérültek a levélszövetek. Bogdár pásztor Hajnalka, köszönjük szépen az információkat! Magyar Kanizsa község vízszolgáltatását, szennyvíz elvezetését és tisztítását is a horgosi tiszamenti vízművek végzi. Noha már 2007-ben megindították a cég magánosítási eljárását, nagy küzdelem árán sikerült megmenteni a privatizálástól. A tiszamenti vízművek két fő ágazattal foglalkozik. Egyik az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és tisztítás Magyar Kanizsa község területén, a másik a vízműépítészet, ami kiterjed egész Vajdaságra. Sajnos az utóbbi egy évtized bizonytalansága kihatott a vízművekre is. Több dolgozója elhagyta, ami miatt kevesebb munkát vállalhatott fel harmadik személyek felé. Mivel a Magyar Kanizsai községben a vízellátást 11.500 háztartás veszi igénybe, ezért is fontos volt, hogy mielőbb rendeződjön a cég státusza. Do marta ove godine nije nam bio dostavljen ni jedan dokument zvaničan od Republike Srbije o formi poslovanja preduzeća, iako smo u više navrata i mi kao preduzeće i opština u ime lokalne samouprave podnosila zahteve i tražila da se status što pre reguliše. 23. marta 2017. je donet zaključak vlade da se znači tih 100% vlasništva Republike Srbije prenese na upravljanje lokalne samouprave opštini Kanjiža. 2015-ben még 95-en voltak alkalmazásban a cégnél, ma 88-an vannak, de voltak időszakok, amikor több mint 120-an dolgoztak a vízművekben. Bizonyos mértékben a létszám ingadozás is kihatott a vállalat eredményeire, de fennakadásokat a működésében soha nem okozott, mondja az üzemvezető, aki 37. évét tapossa a horgosi tiszamenti vízműveknél. Fennakadások szerencsére nem voltunk, hiszen
csapat, az egybe gyakorolt csapat, akire mindig lehet számítani úgy szombaton, mint vasárnap, vagy egész nap és egész éjjel. Azonban a szennyvíz elvezetési brigádnál ott sajnos hároman is elhagyták a vállalatot. Pontosan ez a bizonytalanság véget, ami az utóbbi évben történt, de pótoltuk újakkal, fiatalokkal, és azt hiszem, hogy közmegelégedésre, vagyis hát a város és a község lakossága meg volt elégedve azzal, hogy gyorsan és hatékonyan elhárítottunk minden problémát, ami a szennyvíz vagy esetleg a vízellátás illeti. Az önkormányzati tulajdonba jutás megnyugvást hozott a dolgozók számára is. Én optimista vagyok, és biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy el tudjuk látni a feladatainkat, sőt, még talán hatékonyabban is, mivel most már az önkormányzat segítségére is számíthatunk. Bálint Frigyes 45 munkaévet dolgozott le a vízművekben, és 21 évig volt annak igazgatója. Azt mondja, ő maga is mindig azon fáradozott, hogy a vízművek itt maradjanak a községben. Örül a szerb kormány döntésének, de véleménye szerint fontos, hogy a vállalat a jövőben is végezhesse a vízműépítészeti feladatokat, mert magából a vízszolgáltatásból nem fog megélni. Van lehetőség az önkormányzatnak, hogy ezt a céget úgy üzemeltesse, mint DOO, tehát vagy KFT módszerrel, és azt a részét, ahol van ez a tevékenység, ott az ne essen az ellenőrzés alá, ami a közvállalatoknál illet. Én bízok, hogy az önkormányzat egy olyan programmal indul el, hogy az egész közmű tevékenység, ami Magyar Kanizsa község területén létezik, azt ilyen kizárólagos igénnyel oda ítéli a vízműveknek, tehát a tiszamenti vízműveknek. Tehát itt én beleértem a csatornaépítés, vízszolgáltatás esetleg rekonstrukció, tehát újraépítés, és az esővizes csatornák, tehát akár járdaépítés is, arra is ki lehet ezt szélesíteni. És akkor már mindjárt ez a 80-90 ember majdnem el van foglalva itt ezen a területen, tehát senkinek nem kell fölmondani. Mert a kizárólagos jogot meg tudja adni a község nekünk, és akkor nem kell menni ilyen, mit tudom én, külön közbeszerzésre, még ehhez hasonló. A horgosi tiszamenti vízművekben remélik, hogy a jogi formaságok rendezését, a törvényben előlátott folyamatok lebonyolítását és a szükséges önkormányzati döntések meghozatalát követően rövid időn belül véglegesülni fog a cég új státusza. A Magyar Kanizsai Önkormányzat tulajdonába kerül a horgosi székhelyű tiszamenti vízművek. Ezzel kapcsolatban beszélgetek a stúdióban Fejsztámmel Róberttel, Magyar Kanizsa polgármesterével. Köszöntöm. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Mi a jelentősége a tiszamenti vízműveknek a magának Magyar Kanizsa községnek szempontjából? Ugyebár azt tudni kell, hogy a község vízszolgáltatójáról beszélünk, mely vállalat eddig társadalmi tulajdonban volt, és a szerbiai törvények alapján minden társadalmi tulajdonban lévő céget, vállalatot privatizálni kellett. Természetesen, amikor ez a jogszabály meghozásra került, akkor mi azonnal jeleztük a minisztérium felé, hogy mindenféleképpen, mivel egy vízszolgáltatóról van szó, és a víz az nemzeti kincsnek számít, ettől a pillanattól kezdve nem privatizálható a szerb jogszabályok szerint, tehát mindenféleképpen mi úgy gondoltuk, hogy egyrésztől, mivel a helyi közösség, horgos helyi közösség alapította még anno 50 évvel ezelőtt ezt a céget, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen önkormányzati tulajdonban, tehát közvállalatként kellene, hogy tovább működjön. Ha valóban privatizációról lett volna szó, milyen veszélyt hordozott volna magában?
Hát bizonygatták számunkra a minisztériumban, hogy hát Nyugat-Európában is történtek már ilyen jellegű privatizációk, tehát ahol a víz is többek között privát tulajdonba került. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos nyersanyagot semmilyen formában sem szabad privát tulajdonban adni. Másrészt viszont ugyebár a vállalat eddig is a piacról termelt, a piacon valósította meg a bevételeit, így soha nem kellett a vízműveket önkormányzati költségvetésből finanszírozni. Így mindenféleképpen egy pozitívan dolgozó, működő cégről beszélhettünk, és hogy ezt a kettőt összeadjuk, tehát egyrészt, hogy a vizet ne engedjük ki a kezünkből, másrésztől pedig az ott lévő munkahelyek megőrzése szempontjából, az ott dolgozó családok szempontjából nagyon fontos, hogy itt maradjon a községünk területén a cég, és ne vigyék szét, vagy ne menjen tönkre egy rossz és esetleges rossz privatizáció alkalmával. Ez a két indok mindenféleképpen azt erősítette bennünk, hogy mi a közvállalat felé szeretnénk tolni ezt az egész kezdeményezést. Milyen feltételekkel kerül a tiszamenti vízművek Magyar Kanizsa község tulajdonába? Szerencsére a minisztérium, pontosabban a szerb kormány sem milyen feltételeket nem támasztott az önkormányzat irányába, tehát nem kellett megvennünk, nem kellett semmilyen olyan pénzügyi tranzakciót csinálnunk, ami után hozzánk kerülhetett maga a cég, tehát most már ugyebár közvállalat. Szerencsére 100%-os tulajdonrésszel mindenféle kötelezettség nélkül átadta az állam a közvállalatot az önkormányzat tulajdonába, hiszen azt tudni kell, hogy a társadalmi cég először állami tulajdonba került. Itt volt egy másfél éven keresztül, mint állami tulajdon, és utána kerülhetett csak önkormányzati tulajdonba, tehát ezt a jogi lépéseket, ezeket ki kellett várnunk, hogy ez megvalósuljon. Említett az imént a dolgozókat, hány alkalmazottja van a tiszamenti vízműveknek, és esetlegesen van-e munkaerőfelesleg, lesz-e létszámlépítés, vagy esetleg szükség van-e új dolgozókra? Pillanatnyilag ők 87-en dolgoznak a közvállalatban. Volt ez a létszám 100-on fölül is. Azt tudni kell, hogy a közvállalat nem csak vízszolgáltatással, hanem földmunkálatokkal is foglalkozik, pontosabban vízvezeték csövek, kanalizációs csövek fektetésével és kivitelezésével, mármint ezeknek a munkálatoknak kivitelezésével, így maga a létszám az mindig attól függ, hogy milyen piaci munkákat tudnak ők megfogni, a piacon hogyan tudnak működni. Én bízom benne, hogy az eddigi évekhez hasonlóan az elkövetkező években is sikeresen tudnak majd részt venni olyan közbeszerzési eljárásokon, olyan tendereken, ahol ők tudnak ilyen kivitelezési munkákat is kapni, és akkor biztos vagyok benne, hogy ez a létszám elégséges lesz, bár azt mondta a pillanatnyilag kinevezett igazgatónő, hogy ezzel a létszámmal is néha nehézségük van, hogy mindenhova odaérjenek és minden munkát el tudjanak végezni. Én úgy gondolom, hogy addig, ameddig profitot termel a közvállalat, vagy legalábbis meg tudja termelni a saját kiadásait, addig úgy gondolom, hogy nagyon jól működik, és nagyon jó a létszám is. Milyen feladatok válnak a jövőben a vállalatra? Ez a vízműépítészeti tevékenység meg-e fog maradni például? Nem szeretnénk átalakítani ilyen formában a közvállalat tevékenységét. Hozzá fogunk még rendelni néhány olyan tevékenységet, amit eddig a kommunálac közvállalatunk végzett, vagy pedig hozzárendeltünk valamilyen tartomány vagy köztársasági közvállalathoz. Melyek volnának ezek? Hát például az út, téli útkarbantartási munkálatok, vagy egyáltalán az út melletti részek karbantartása, mert hogy nekik megvan hozzá a mechanizációjuk, tehát a közvállalattal nem csak munkásokat és tevékenységet kapunk, hanem egy nagyon széleskörű mechanizációt is, amit vétek lenne nem kihasználni. Úgyhogy a vízszolgáltatás mellett és a szennyvízkezelés mellett, hiszen ez is a fő tevékenységükbe tartozik, meg fog maradni a kivitelezési munka is, és ehhez még hozzájönnek olyan munkálatok, amik a község területén el kell végezni. Milyen folyamatban zajlik az átalakítás, illetve mikorra várható ennek az egész folyamatnak a lezárása?
Tehát múlt hét szerdán volt szerencsém Belgrádban aláírni a szerződést, ami alapján átruházza a kormány, a szerb kormány, az önkormányzatra a tulajdonjogot. Természetesen ezután még egy sor jogi lépésnek el kell múlnia, pontosabban sorba kell venni ahhoz, hogy valóban egy önkormányzati közvállalatról tudjunk beszélni, tehát a cég regiszterbe is be kell jegyezni, az alapszabályt meg kell változtatni, új igazgatóbizottságot kinevezni, új igazgatót kinevezni, tehát egy sor folyamatot, lépést meg kell még lépnünk, de mint már említettem, alaptevékenységben, szerkezetében nem igazán fog változni a későbbiekben sem a közvállalatnak a kinézete és egyáltalán szolgáltatása. Fejsztámmer Robert, köszönjük szépen az információkat. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Ma folytatta a március 1-én megszakított ülését a szerbiai parlament. A tavaszi ülésszak legfontosabb témáiról Markovics Anna Mária beszélgetett Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetségi, a Demokratikus Cselekvés Párt frakcióvezetőjével. Március 1-én kezdődött meg a parlament tavaszi ülésszaka. Maja Gojkovics házelnök azonban azonnal be is rekesztette az ülést. Azt mondta, nem szeretné, hogyha a képviselők az elnökválasztási kampány idején a parlamentet kampányolásra használnák. Hogy mi történt ebben a másfél hónapban, illetve mire számíthatunk, arról kérdezem Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Demokratikus Cselekvés Pártja frakcióvezetőjét. Mennyire hatott ki ez a másfél hónap szünet a parlament munkájára, illetve mennyire hathat ki, és mi várható a következő másfél hónapban? Behozható a lemaradás, ugyanis nem sok törvényjavaslat van parlamenti eljárásban, tehát a holnapi nap folyamán be fog fejeződni a jelenleg tartó ülés, amelyen nemzetközi egyezmények vannak. Már összehívta az elnök asszony a következő ülést, amin két egészségügyi törvényjavaslat szerepel, és azt követően én arra számítok, hogy a következő hetekben aránylag sok törvényjavaslat fog a kormánytól megérkezni, és azt követően intenzívebbé válik a parlament munkája. Leszámítva a nemzetközi egyezményeket, a szerbiai kormány utoljára tavaly decemberben utalt eljárásba törvényjavaslatot, viszont a háttérben folyt a törvény előkészítési munka, például a nemzeti tanácsokról szóló törvény, vagy az oktatási törvénycsomag kidolgozása is folyamatban volt, és ezen kívül van még egy jó néhány törvény, amely magyar szempontból fontos, mint például a közlekedésbiztonsági törvény, amely a mezőgazdasági termelők szempontjából jelentős, vagy pedig a termőföldről szóló törvénymódosítás is a következő hónapokban várható, úgyhogy azt gondolom, hogy május végéig, ameddig a tavaszi ülésszak tart, fontos törvények szerepelnek majd a napi rendünkön, de azt követően is folytatódik a munka, hiszen annak ellenére, hogy nem rendes, hanem rendkívüli ülésszak kerül majd megrendezésre, megszervezésre, júniustól behozható lesz ez a lemaradás, amelyre szert tettünk az elmúlt hetekben. Több mint 60 év után új nemzetközi szerződést kötött Szerbia és Magyarország a Tisza nemzetközi hajózási útvonallá nyilvánításáról. Egy rövid bejátszás után beszélgetést láthatnak Pék Zoltánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjével, aki a szerződés felszólalt mell a képviselőházban a mai napon. A hajóval való szállítás a fuvarozási módok közül a legolcsóbbnak és a legkörnyezetkímélőbbnek tekinthető. Vajdaságban az egyetlen nemzetközi teherforgalmat lebonyolító multimodális kikötő Zentán van, ahol 32 átrakodó alkalmazottal évi több mint 2 millió eurós forgalmat bonyolítanak le. Szabadon hajózhatnak hajók minden zászló alatt, vagyis minden országból, illetékmentesen, ami nagyon fontos, és minisztériumi engedélyek nélkül, úgyhogy a hajósoknak papírizáció és költségeket is tudnak spórolni, időt és költséget tudnak spórolni avval. Ez a forgalomban esetleg meglátszik-e? Igen, meglátszik. Például tavaly 2016-ban 188 ezer tonnát rakottunk itt a zentai kikötőben, ez 226 uszájt jelentett, és 2015-ben 154 ezer tonnát rakottunk át, a 188 uszáj volt, úgyhogy egy olyan 22%-os emelkedést jelentett már. A török becsénél felépített gát biztosítja, hogy Szegedig egész évben hajózható legyen a folyó.
így jobban tervezhetők a szállítmányok. Ezt előbb vagy utóbb a földművesek is megérezhetik, hiszen így könnyebb a nem romlandó mezőgazdasági termékek szállítása. A folyami hajózás megnyitásának lehetőségével a gabonapiacon sokkal könnyebben tudunk megjelenni, sokkal közelebb tudunk pakolni, eltűnnek a fuvarköltségek, a szállítási költségek, a spedíciós költségek, tehát gyakorlatilag már ott tudunk spórolni, illetve megnyílik a világ, tehát nem csak lefele a Fekete-tengerre, hanem Európa irányába is egy olcsóbb, nagyobb tömegű fuvarozás, szállítmányozás lehet végrehajtani. Attól, hogy a Tiszának megvan a nemzetközi hajózási útvonal státusa, még nem jelenti, hogy automatikusan és gond nélkül hajózható a folyó. Jelentős infrastruktúrális beruházások várnak még a tiszaparti községekre. A parlament szerdai ülésén tehát főként nemzetközi egyezmények, illetve szerződések szerepelnek. Egyebek mellett az a szerződés is, amelyet a magyar és a szerb kormány kötött, és amely a Tisza folyó nemzetközi hajózhatóságára vonatkozik. Most Pék Zoltánt, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjét kérdezem arról, hogy miért jelentős ez a szerződés. Ez a szerződés először tudni kell, hogy tavaly év november 21-én íródott alá a közös kormányülésen, amit még információként el lehet mondani, hogy a Magyar Országgyűlés már ratifikálta ezt a szerződést. Ma tárgyalunk itt a Skupštinában erről a szerződésről, úgyhogy maga, hogyha ratifikálva lesz a szerbiai részről is, akkor gyorsan életbe fog lépni. Ami a szerződést illeti, mikor életbe lép, megszűnik egy két ország közötti szerződést, amit a volt jugoszláv állam kötött, illetve az akkori magyar állam, az 1955-ben történt, szóval több mint 60 éve volt hatályban, ezzel a szerződéssel ez megszűnik. Több okból fontos ez a szerződés, mégpedig az első ok, hogy úgy mondjam, a szerbiai csatlakozási dokumentumok, a 21-es fejezet tartalmazza azon fogalmakat, amelyhez ez a szerződés tartozik, mégpedig a maga az európai közlekedési útvonalaknak a témájával kapcsolatban van ez a fejezet, valamint ha aláíródik ez, vagy alá van írva, el lesz fogadva ez a szerződés, akkor a Tisza kapcsolódik a transz-európai folyói hálózatába, vagyis a maga a folyami hajózási hálózatba, ami a tiszamenti községeknek egy olyan lehetőséget ad, hogy kihasználják a folyónak a nemzetközi hajózhatóságát, mégpedig olyan értelemben, hogy különböző határon túli pályázatokba bírjanak részt venni. Maga a környezetvédelmi pályázatokra gondolunk, maga a turizmus fejlesztésére, valamint a most meglévő áruforgalomnak a továbbfejlesztésére. Tudni kell, hogy a Tiszán lévő kikötők mind áruforgalomra vannak kialakítva, eddig nem létezik utasforgalom számára, olyan hajók számára, akik tudnak kötni, és utasokat, illetve turistákat mondhatni, hogy szállítanak a Tiszán. Erre lehetőség a szerbiai folyami hajózási stratégia alapján 17-ben elindítanak, szóval az idei évben 16 olyan kikötőnek az építését a folyóinkon, ami kimondott utasszállításra lesz alkalmas. A Tiszán 4 ilyen kikötő van előrelátva, Titel, Becse, Zenta, illetve Kanizsa városaiban. Mindenféleképpen részt bírnak venni a tiszamenti városok olyan nemzetközi projektumokban, ami fontos stratégiai objektumokat lát elő maga az Európai Uniónak a folyami hajózhatósági stratégiája. Itt például olyan objektumokra gondolok, amik nem léteznek az országunk területén, mégpedig telelőhelyek, akkor horgonyzó helyek, ezek egyáltalán nem léteznek az egész Tiszának a
hajózhatósági szakaszán, ami Szerbiát illeti. Ezeket a projektumokat természetesen meg lehet pályázni, és nagyon nagy lehetőség van megnyerni ezen pénzeket, amivel ki tudják építeni ezeket az objektumokat. Azt tudni kell még, hogy a folyami kikötőinknek a struktúrája, infrastruktúrája nagyon rossz állapotban van, ezért az ott lévő áruszállítás, pakolás és minden vele kapcsolatos művelet megdrágítsa az egész kikötőknek a használatát, és természetesen ez a stratégia előre látja ezen az infrastruktúrának a fejlesztését, illetve javítását. Köszönöm szépen! A parlament tavaszi ülésszakának első ülése, tehát csütörtökön ér véget, pénteken pedig már új ülés kezdődik. A 90-es évek elején 40%-kal nagyobb volt az ország szarvasmarha állománya, mint most. Az ágazat évek óta üveglábakon áll. A tartományi és köztársasági kormány is igyekszik támogatni a termelőket, de a gazdák jelenleg inkább más ágazatban keresik a megélhetésüket. Öt tehenet tart az entagunarasi Fekecs József gazdálkodó. 20 évvel ezelőtt nagyobb állatállomány megalapozását tervezte, akkor még szép jövőt látott a tejtermelésben, de a körülmények megváltozásával úgy érzi, mostoha gyerekként bánnak velük a felvásárlók. Lassan ugyan, de biztosan felszámolja a jószág állományt. Az okok azok ugye minden a pénzre vezethető valamilyen szinten vissza. Két évvel ezelőtt 33 dinári tudtuk a tejnek literjét értékesíteni, plusz arra ugye ráment még a 7 dinár prémium, tehát olyan 40 dinár körül kaptak a kistermelők is ugye a tejért. Most ott tartunk, hogy 24 dináros tejfelvásárlás van, ugye, és 7 dinár megy rá, tehát olyan 31 dinárba jön meg nekünk a tej, tehát 9 dinárral esett a tejára, ugye két évvel ezelőtt viszonyítva. A befektetés az ugyanannyi, sőt, még talán több is. Ugye növekedtek az állatorvosi költségek, növekedtek ugye a termelési költségek, amit ugye a tehénnek ugye biztosítani kell, tehát a lucérna termesztés, ugye a minőséges takarmánytermesztés, tehát nem etethetünk bármit, mivel a szaflatok szint ugye követik ugye a tejbe, és mihás csak észreveszik, hogy van benne, megszüntetik a tejátvevő állomásokat, és nem veszik át tőlünk a tejet. A évek óta beígért laboratórium, független laboratórium, ugye, ami kivizsgálná a tejet, az még most sincs meg. Tehát mi kénytelenek vagyunk elhinni azt, amit a tejgyár mond nekünk, hogy a tej minőségét illetőleg, és sokszor kételkedünk is benne, főleg olyan gazdák, akik tudjuk azt, hogy minőséges, első osztályú, prima takarmánnyal letetjük jó számunkat, és mégis probléma van a tejnek a minőségével. Az entagunarasi gazda az egyedenkénti támogatások ellenére sem akarja felfejleszteni a szarvasmarha állományát, inkább más ágazatból keresi meg a betévő falatot. Próbálok végsőkig kitartani még, de viszont azt veszük észre, hogy az állam nem a kistermelőket támogassa, hanem csak a nagyokat. Tehát ő arra akar rámenni, hogy csak nagy tejtermelők legyenek, minél több tejet egy helyről tudjanak ugye biztosítani a tejgyárak. Ők is azt szeretnék, mi kis termelők pedig megpróbálunk víz fölött valamennyire lebegni, nem elsüllyedni, és ameddig lehet kitartani. 22 literes istáló átlagot ér el hónapról hónapra Fábrik Péter, tornyosi gazda. Ha megbecsült tejárat fizetne a felvásárló, akár már haszonról is lehetne beszélni. A megmaradásért állandó fejlesztéseket kell végezni. Ez pedig túl sok pénzt őröl fel. Közelkép azt mutatja, hogy nem sokáig fog ez ilyen szinten, mint ahogy én is csinálom, hogy ez nem farm, van saját laktofríz, meg szép állomány, meg minden, de nagy investíciók kellenének itt még ahhoz, hogy egy Európai Uniós követelménynek mi eleget tudjunk tenni. Az meg rengeteg pénzt emésztene fel, ami azért elgondolkodható, hogy a mostani
hatály, haszon, kulcs, ami létezik, ez nagyon kicsike. Szóval ebből nagyon nehezen lehet fejleszteni. Ezért egy 3 éve már szinte majdnem, hogy toporgunk egy helybe, és várjuk a változást. A változás meg sose nem jó irányba folyik itt nálunk. Alig 2 évvel ezelőtt a behozatali tejre és egyes tejtermékekre kiszabott 10-től 30 dináros védővámokkal szeretett volna enyhíteni a kormány a hazai tejágazat helyzetén, de a gazdák bevallása szerint ennek az intézkedésnek nem érezték hatását. Január 1-től megszűntek a védővámok. Gere Béla, zentai tejfelvásárló szerint éppen a kistermelőkre nehezedik a legnagyobb csapás. Lehet, hogy az is a cél, hogy ezeket a kistermelőket lassan kistermelés beszüntessék, és akkor megmaradjanak ezek a nagyobb termelők. Ez méhat ki, őrájuk azért, mert tulajdonképpen, hogyha bejönnek az Európai Unióból különböző tejtermékek, a tejüzemek behozzák a tejport, és abból csinálják a tejet, akkor az a tej, amit ezek a termelők előállítanak, nem fog kölleni. Tehát jelentkezik egy olyan dolog, hogy a tejüzem majd nem fogja átvenni tőlük a tejet, vagy pedig csökkentett áron szeretne hozzájutni a kitermelt tejhöz. A Köztársasági Mezőgazdasági Minisztérium az idén az állattenyésztés fellendítését tűzte ki célul. Több formában ad vissza nem térítendő pénzt, akár farmok berendezésére, az állatállomány növelésére, az állatjóléti követelmények betartására. A tartományi titkárságon is visszamenőleg 3 éve kezdték támogatni az állattartókat. Marha, sertés, jókecske és baromfi farmokra kell gondolni. Az idei évben 50 millió dinár a keret. Itt az adó, a befektetés adó nélküli összegének az 50%-át tudjuk költségvisszatéríteni. Itt lehet gondolni boxok, etető, itató rendszerek. Ez is egy nagyon fontos intézkedésünk az idei évben. A mezőgazdasági minisztériumban nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a kistermelők is megállják a helyüket a versengésben. A területalapú támogatások terén csak 2018-ban lehet változásra számítani az üzemanyag árának meghatározása terén, de már most történnek előrelépések azért, hogy a kisgazdák is szabadon értékesítsék a termékeiket. Megváltozott a támogatáspolitika magában a minisztériumban, előre kell pályázni a fiatal termelőknek, új vonalak jelentek meg, tehát fiatal termelők hűtőházak építése, feldolgozóiparnak a fejlesztése, tárolókapacitásnak a növelése, eszközvásárlás, traktorok, kapcsolatú eszközök vásárlása esetében is, ezek új vonalak, amelyek most újra beindultak, mindegyik úgy fog működni, hogy előre pályáznak a termelők, és amikor előre pályáznak, később gyakorlatilag eldöntik, hogy ha nyert a pályázatok, hogy mit valósítanak meg, hogyan valósítják meg, ha pedig nem nyernek, akkor eldöntik, hogy esetleg a tartománynál, vagy pedig a Prosperitatinál próbálnak majd szerencsét. Ezekről a dolgokról beszélünk, beszélek arról, hogy a nyugdíjbiztosítás esetében elértük azt, hogy családon belül egy személy fizesse magát a nyugdíjbiztosítást, elértük azt, hogy volt átütemezés, már 2-szer volt a tavalyi évben is, és hát ugye elértük azt, hogy a miniszter gyakorlatilag heti szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel, és megígérte, hogy a nyugdíjbiztosítási rendszert megváltoztatja. Nem azt szeretné, hogy a nagy területen gazdálkodók fizessenek többet, hanem az, hogy a kis területen gazdálkodók fizessenek kevesebbet. És a miniszter nyitott teljesen a kérdésben. Elintéztük azt, hogy azok az eszközök, amelyekről nem volt meg a számla, az első számla 2 tanúval be lehetett ezeket helyeztetni, és az új közlekedésbiztonságról szóló törvényben már a kapcsolatú eszközök kikerülnek a bejegyzés alul EU-s szabványok tekintetében. Sikerült azt elérnünk úgy, hogy összekötöttük a budapesti földművelésügyi minisztériumot és az itteni mezőgazdasági minisztériumot, és ugye áttelepítjük a kistermelő rendeletet, megpróbáljuk ezt itt elfogadni, ennek meg volt már a közvitája. Az államtitkárunk teljes egészében részt vett ebbe a folyamatba. Tehát ez is olyan dolog, amivel meg tudnánk teremteni azt, hogy a kistermelők, tehát a kisgazdaságok gyakorlatilag, hogy értékesítsék a termékeiket. Azt hiszem, hogy ez rengeteget tud jelenteni. Akkor beszélünk arról, hogy a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségen keresztül ott vagyunk a törvényhozásban, szintén pluszban, mint szakemberek szintjén be tudjuk őket vonni a munkába. Úgyhogy minden olyan dologról beszélünk, ami érinti őket,
minden olyan dologról beszélünk, beszámolunk, amivel foglalkoztunk az elmúlt időszakban. A felszámolt állományt nagyon nehéz újra beállítani. Több évébe is telhet a gazdának, hogy minőségi szintre fejlessze a kis farmját, holott nem garantálja senki a biztos felvásárlót, a biztos piacot és a megfelelő árat. Szerintük addig, amíg nem lesz európai szintű egyedenkénti és hektáronkénti támogatás, a szarvasmarha állomány növelésében nem lesz érdekelt a gazdatársadalom. Sokan inkább a juhászatot és a sertéstenyésztést választják jövedelemforrásnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt mára a Közügyek, holnap ismét én várom majd Önöket. Tartsanak velünk akkor is, és nézzék addig is a Panna televíziót. A viszontlátásra!